Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tanányban az előadáson. Gyák Szabolcs vagyok. Mai témánk a Pioneer Voyager külső naprendszer kutatása. Egy sokat emlegetett témakör. Kicsit megpróbálunk a dolgok mélyére nézni. Hát először is nézzük meg a helyszínt. Külső naprendszer. Mit nevezünk külső naprendszernek? Ugye a jelenlegi felosztás szerint naprendszerünkben 8 bolygó van. Amikor ezek a szondák útra keltek, akkor még 9 volt, akkor még Plutót bolygónak tartották, most már ugye csak törpe bolygó. Belső naprendszernek nevezzük ugye a Merkurt, a Vénuszt, a Földet és a Marsot. Közte ugye egy sávban jelentős számú aszteroida található. És külső naprendszer a gázoldjások és a jégoldjások. Jupiter, a Saturnus, az Uranus és a Neptunus. Na most ezek a óriás bolygók nagyon messze vannak már a naptól, nem könnyű hozzájuk eljutni, és annak idején ez volt az egyik legnagyobb nehézség, amivel szembesültek a NASA-nál, hogy hogyan lehetne egy működőképes eszközt odajuttatni és méréseket végezni. Aztán ez egy szép legendárium, hogy mit csináltak belőle. Először is a Pioneer sorozat. A Pioneer sorozatot a NASA-nál egy olyan műhold sorozatnak szánták, amelynek nem az a feladat, hogy oda menjen, hosszas felméréseket végezzen, és egy teljes körű elemzéssel lezárja a feladatát. Nem, menjen oda, mérje meg az alapvető adatokat, adott esetben csak elrepüljön a célpont mellett. A első tagja a Pioneer sorozatnak, az első 9 tagja, amit Pioneer 0-tól a P-31-esig terjedő jelzést viselték. Igen, ott voltak egész érdekes számjelzések is. Alapvetően a Hold kezdeti kutatásához tartoztak, 1958 és 1960 között indultak a Holdhoz vagy a Hold felé. Túlnyomó részt túlrepültek rajta, fotózták és egyéb méréseket végeztek rajta. A második sorozat, a Pioneer sorozatból a belső naprendszer kutatásához szolgált, 1960 és 68 között indították őket. Ez a Pioneer 5-től a Pioneer 9-ig, itt már normál számozást alkalmaztak. Tehát 5, 6, 7, 8, 9. Ezek a Marshoz, illetve a Vénuszhoz indított szondák voltak, már magukon hordozták azokat a jellegzetességeket, hogy minél önálló, minél tartósabb szondákat hozzanak létre, amelyek alapvető méréseket végeznek el, nem pedig hosszú távú felméréseket. 1972 és 73-ban indították a külső naprendszerbe a Pioneer 10-et és 11-et, ők lesznek majd a mai előadás egyik felében a téma, és végül 1978-ban a Vénusz kutatásáról a Pioneer 12-t és 13-at küldték. Itt már megszakadt az a fajta szándék, hogy ne végeznek tartós kutatásokat, ezeket már tartósabbra tervezték, hogy hosszabb ideig tanulmányozzák a célpontjukat. Hogyan lehet eljutni nagy távolságra? Hát úgy, hogy nagyon nagy sebességgel kilövünk egy szondát, és akkor eljutunk odáig. Na de a rendelkezésre álló rakéták teljesítménye egyszerűen kevés volt ahhoz, hogy a Földről, ha indítottunk egy szondát, akkor az elérjen a Jupiteren túli világokba, vagy hogyha elég is lett volna, akkor egyszerűen csak olyan csekély tömeget lehetett volna eljutatni arra a vidékre, amiben már egy éppenszi szondát nem lehet összeállítani. Tehát valamit tenni kellett, és szerencsére a matematikusok már kitalálták korábban, hogy hogy lehet ez összehozni. 1918-ban Júri Vasziljevics Kodratjuk volt az, aki először leírta, még csak elvi lehetőségként, az úgynevezett hintamanővert, aki angolszász irodalomban ismerkedik a bolygókutatásra, az Pahitja manőverként ismerheti, ezt ugyanarról van szó. És 1961-ben Mihály Minovics, amerikai matematikus volt az, aki bizonyította és leírta először ennek a teljes matematikai hátterét, amelynek az a lényege, hogyha
van egy nagy tömegű objektumunk, és mellette elrepülünk egy másikkal, akkor a gravitáció erő, az ugye gravitációs erőhatás az befolyásolja az elrepülő objektum sebességét. Na már most. Amennyiben ez a nagy tömegű objektum áll, akkor a gravitáció szinte ugyannyival gyorsítja, mint amennyivel lassítani fogja az elhagyás közben. Tehát ebben az esetben nem történne semmi. De hát álló objektum nincs a naprendszerben, nem jelentős sebességgel mozgó objektumaink vannak, szép nagy bolygóink. Tehát vagy gyorsítani, vagy lassítani fogja a mellette elrepülő tárgyat, attól függően, hogy milyen irányból érkezik. Látható az animációkon, hogy abban az esetben, hogyha a keringési irányra, úgymond szemből repül rá az objektum, akkor bár kezdetben nő a sebessége, de utána visszaesik. Tehát ebben az esetben az teljes elrepülésre vonatkoztatva csökken a sebessége, tehát fékeződik az objektum. Ellentétes esetben, hogyha úgymond mögé kerül, úgymond mögé repül a tárgy a bolygónak, ott ugye először fölfut egy csúcsértéke a sebesség, utána kismértékben csökken, de mégis sebességet lehet vele nyerni. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert a rakéták tömege nem lineálisan növekszik a sebesség, mint cél elérésével, hanem kétszeres sebesség eléréséhez, nem kétszeres, hanem 6-8-szoros vagy még nagyobb arányú rakéta teljesítményt kéne előállítani. Ez pedig egy idő után már egyszerűen nem tolerálható, pláne nem a 60-as évek műszaki színvonalán. Tehát ezzel úgy gondolták, hogy ki lehetne azt váltani, hogy a nagy távolságokra, ahol nagyon nagy sebességgel kell jutatni a szondákat, hiszen ahogy távolodik a naptól, ahogy a nap gravitációs útjából halad kifele, a szonda folyamatosan lassul. És ezt a lassulást nagy sebességgel lehet ugye ellensúlyozni. És hát mit küldjünk oda? Hát egy kis szondáról szó sem lehetett, hiszen egy kisméretű szonda hogyan kommunikálna onnan. A nagyon nagy távolságok miatt nagyméretű, jó nyerességű antennákra van szükség, de ezt a szondát akkor már ki is kell szolgálni, és hirtelen temérdek olyan probléma esett a mérnökök nyakába, amire addig nem létezett megoldás. Először is, nagyon messzire kerülünk a naptól. A Jupiter távolságában a napfény már 1/25 annak, mint amit itt a Földön látunk, vagy érzékelünk. Tehát, hogyha egy napelem, ami itt a Földön mondjuk 100 wattot tud produkálni, ott csak 4 wattot tud. Tehát napelemek aránytalanul nagyokat kellett volna, főleg az akkori műszaki színvonalon lévő napelemek közül elhelyezni bármely szondán ahhoz, hogy elegendő áramot termeljenek. Tehát egy más megoldást kellett találni. Ezen kívül, mivel a szonda nem áll meg a célobjektumnál, és nem időzött sokáig, tehát a mért adatokat, jeleket, képeket, felvételeket, azokat nincs ideje sokáig folyamatosan adni, hanem és folyamatosan készíteni. Az elrepülés során készített összes információt egy hosszan elrendezett módon kell neki továbbítani a Föld felé. Tehát, hogyha készítek 1000 képet például, akkor azt az 1000 képet lehet, hogy a továbbítás addig eltart, hogy már rég elhagytam a vizsgált objektumot, de még mindig folyamatosan adnom kell a jelet. De addig azt a képmennyiséget nekem adatként tárolni kell. Nos, ez egy teljesen új kihívás volt informatikailag is a műholdak számára. És hogyha tárolni kell, akkor addig annak a műszeretségnek, az adóvetségnek, ennek mindnek működnie kell. Folyamatosan. Abban a hidegben. Tehát az árammennyiség jelentős része nem is arra szolgált, hogy a berendezéseket működtesse, hanem arra, hogy elég melegen tartsa a berendezéseket ahhoz, hogy egyáltalán működőképesek legyenek. Azon kívül odakint már a napnak a úgymond árnyékoló hatása egy kicsit lentebb van, és a kozmikus sugárzás is aktívabb, és hát a nagyon finom elektronikával ugye tudjuk, hogy rosszul bírja a kozmikus sugárzás, cserébe azért az is jó, hogy azért a töltött részecskék árama is szelídül elég sokat, tehát legalább azok ellen nem kellett olyan mértékben védeni az ott működő szondákat,
de ezek így összességében rengeteg problémát okoztak a szonda megtervezésénél. Itt látható a Pioneer sorozatban épített szondák, hát itt még a tesztpadon van, összecsomagolt állapot, de ez az indítási állapota. Itt pedig szétnyitva, szintén tesztpadon, tehát igen, egyszer egy előadásra megkérdezte tőlem egy ifjú hölgy, hogy és akkor ezeket a műholdakkal készült képek, ezek úgy vannak, hogy valaki oda megy és lefotozza őket? Kis idő volt, mivel hogy elszettek, hogy jól van szó. Tehát ez is egy tesztpadon készült fotó, itt teljesen kinyitott állapotban látható. Alapvetően egy középső test, egy nagyon nagy méretű, nagyon jó minőségű rádióantenna, és három darab árbóc áll ki belőle. És az árbócok közül kettőn energiaforrások, nukleáris energiaforrások helyezkednek el, ezeknek a viszonylag jelentős a tömege. A harmadikon pedig egy magnetométer helyezkedik el. Ugye a magnetométert azt azért helyezik el mindentől távol, mert bármilyen elektromos áram, bármilyen fémalkatrész, ugye képes lehet zavarni, tehát minden távolabb minden zavaró dologtól, hiszen itt a világűrben mérhető mágneses változásokat próbálják regisztrálni, tehát minél érzékenyebb legyen. Gyakorlatilag a jármű közepén a meghajtórendszer, ami csak manőverzőségekből állt, tehát nagy hajtóművel nem is volt a szondának, illetve a jelfeldolgozó egységek voltak. Kell az energia odakint. Na de miből? Mint mondottam volt, nukleáris forrás használtak, na de hát egy atomerőművet nem lehet felfokkolni, hát ez szörnyen nagy, meg nagyon nehéz, így aztán visszanyúltak egy kicsit régebbre. Annyi a régebbre, ami már a két világháború között is működőképes volt, mégpedig az, hogy hogyan lehet egy távirádiót elemnél üzemeltetni. Hát ha egy petróleum lámpát, akkor már lehet. Méghozzá termoelemekkel. Termoelemek olyan fémeket tartalmaznak, általában kettős fémeket, amelyek melegítése során, hogyha az egyik végét melegítjük, a másik végét viszont hűtjük, akkor bennük elektromos feszültség ébred, és ezeket áramkörbe kapcsolva elektromos áram termelhető. Természetesen nem egyet-kettőt kapcsolnak össze, hanem számosat, és így már jelentős mennyiségű áram nyerhető. Most már csak az a lényeg, hogy akkor az egyik végét majd meg fűteni kell, a másikat pedig hűteni. A végébbi előadások, akik voltak, azok emlékezhetnek rá, hogy odafönt a világűrbe hiába mondjuk az, hogy hú de hideg van, azért a hűtés ott se egyszerű, hiszen nincsen anyag, tehát nem lehet anyagnak leadni a hőenergiát, éppen ezért csak sugározni lehet a hőt kifele. Ezért aztán a termelemek külső részei ilyen sugárzó lemezekhez, radiátorokhoz csatlakoznak, és azokról a lelépő infravörös sugárzás tulajdonképpen az hűti le a lemezeket, és ez a hűtési oldal. A melegítési oldalt azt viszont nukleáris izotópokkal oldották meg, méghozzá olyanokkal, amit viszonylag rövid felezési idejűek. Miért? Mert hogyha nagy felezési idejűt használnak, akkor nagyon sok kell belőle, ami meg a tömeget növeli meg rettenetesen. És ezeket az izotópokat betöltötték, ezt így ebben az ilyen szépen össze lehet csukni. Itt vannak a termoelemek, kívülről hűtve, belül a hőforrással, a nukleáris hőforrással fűtve, ezek teljesen zártan csomagolva kerülnek fel a szondára. Na most ezeket a RTG-ket, radioaktív termoelektromos generátor, ezeket előszeretettel használják minden olyan helyen, ahol a napsütés nem elérhető, illetve ahol hosszú időn keresztül kell viszonylag kis teljesítményt biztosítani. Ilyenekből, került föl a Pioneer szondákra két-két darab mindegyik árbóc végére, és ma ott a harmadik árbóc, ami viszont kismértékben hát, úgymond tudott mozogni, de ez a mozgás ez nem arra szolgált, hogy lengessük, hogy ott állunk mágneses mezőt vele, arra, hogy ezt a szondát ezt forgással stabilizálták. Percenként 5-ször fordult meg a tenger körül. Ez bőségesen elég arra, hogy stabilan tartsa a szondát,
Na de hogyan oldjuk meg azt, hogy a tengely az stabil maradjon? Hát úgyhogy egyszer kell beállítani jól, hogyha kinyíltak a karok, akkor a, és rajta vannak ugye a generátorok, amiknek a súlya elég jelentős, akkor a harmadik kar kinyújtásával szépen be lehet állítani a tömegközépponti helyzetet a szonda középpontjába. És innentől kezdve gyönyörűen stabilan fog forogni. És hát akkor nézzük át, nagyon címszavakból, mit is tett ez a két szonda. Pioneer 10 1972. március 3-án indították egy Atlas Centaur oldozó rakétával. Ez ugyanaz a Atlas rakéta alap, amivel az első amerikai űrhajósok felszálltak. Ők a kb. Egy tonnás Mercury kabinba ültek, ugye. Itt egy 270 kg körüli szondát indítottak vele, egy kiegészítő fokozattal, Centaur fokozattal, ami már egy erős folyékony oxigén, folyékony hidrogén hajtású fokozat volt, és így már nem 150, hanem inkább 200 tonna környékén volt a rakéta startömege. Látható, hogy 1973. december 3-án jutott el a Jupiterhez, mintegy 200 000 kilométerre közelítette meg. Közben is már készítette a fotókat, végezte a méréseket, és utána tovább ki a világűrbe. Egészen 2003. februárjáig tudták vele tartani a kapcsolatot. Addig vették a jeleit. Elég tartósra sikerült. Na ez persze csak úgy volt lehetséges, hogy a rajta lévő számos mérőműszert szépen, ahogy telt az idő, elkezdték lekapcsolgatni. Mert az RTG-knek a feszültsége az idő múlásával szépen elkezdett esni, hiszen fogyott benne a rádióaktív anyag. Egyre kevésbé tudta fűteni a termoelemeket, egyre kisebb lett a teljesítmény. Induláskor kb. 150 wattnyi hő és 40 wattnyi elektromos teljesítményre voltak képesek, a termoelemek összesítve, hát ebből a végére alig maradt valami. A Pioneer 11-et majdnem egy évvel később indították, ugye 73 áprilisában, és egy sokkal feszesebb pályát szabtak neki. Mondd már, hogyha olyan jól sikerült már az előző indítás, akkor hát ez is olyan jól sikerül. 74. december 2-án érte el a Jupitert, hát sokkal szűkebb, mint egy 43 ezer kilométeres közelségben repült el mellette. Ez már egy opciazás volt, és utána ott fölgyorsulva és tovább repülve, további 5 évre volt szüksége ahhoz, hogy 79. szeptemberében elérje a Szaturnuszt, amit viszont mindössze 21 ezer kilométeres közelségben került meg. Rendkívül közel került hozzá. Az ő jelét 1995. szeptemberéig tudták fogni. Na most, hogy is zajlott ez a repülés? Itt látható egy pályagörbe. A rajta lévő számok nagyrészt évszámok. Ugye, indulás a nap körkeringő földről. Először Pioneer 10-es, indul. 73 végén elérje a Jupitert, megkerüli, fölgyorsul, és utána szépen azzal a sebessége elindul kifelé a naprendszerből. A Taurus csillagkép Aldebarán csillaga felé tart, az Aldebarán 53 fényéve van, 1.700.000 évre van szüksége ahhoz nagyjából, hogy odaérjen. Azzal a sebességével, amivel halad. A másik szonda, az egy éve később indult Pioneer 11 pedig, mint látható, hát helyileg, tehát a Földnek a napkörüli pályáját tekintve majdnem ugyanonnan indult, egy meredekebb szögben, nagyon meredeken a Jupiter mellett haladt el, látható, hogy a pálya görbéje rendkívül mértékben megváltozott ettől, és a nyert sebességet felhasználta arra, hogy elérje a Szaturnuszt. Ugyanakkor, tehát elrepült a Szaturnusz mellett is, több fontos mérést végzett, majd pedig tovább a Sas csillagkép irányába, hát neki jó sok ideig nem lesz találkozója senkivel.
Ami viszont nagyon beszédes benne ebben a webpályában, ha megnézzük ennek a vízszintes, tehát ez egy vízszintes vetület, nézzük meg a függőleges. Elindult a Földről, kicsit az ekliptika síkját alulról elhagyta, elérte a Jupitert, megtöltött, majd az ekliptika síkja fölött ívet rajzolva jutott el a Szaturniszig. És onnan utána haladt tovább. Tehát kiléptették a naprendszer síkjából a szondát annak érdekében, hogy egy elég kedvező pályát tudjanak fogni vele. Tehát nem csak egy síkban indították el a szondát a pavitja manőverrel, hanem térbeli görbét rajzoltak vele. És ez akkor a matematika csodája volt, hogy ezt ki tudták hozni, és mivel folyamatosan követték a szondákat, és folyamatosan vették a jeleiket, ez ráébresztette őket egy-két dologra. Például Hawkeye-t az úgynevezett Pioneer paradoxonra, ami azt jelenti egy olyan paradoxon, amit nem értettek, hogy mitől van. Például az, hogy a szondák lassabbak, mint kellene lenniük. És ez a sebesség, ez folyamatos csökkenés, rendkívül csekély, nem veszélyezteti a röppályájukat, de folyamatos, még mérhető. Viszont az időben meg nem állandó. És kiderült, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye valami fékezi őket, de mi fékezheti? Hát végellenállás nincs, meg ahol tudtak volna. Akkor mi az, aminek ugyanilyen a karakterisztikája, tehát ilyen lassan csökkenő módon, mint ahogy ez a fékező erő létrejön. Most kiderült, hogy arról van szó, hogy, hogy az energiaforrásokról a hűtés során ugyebár infravörös sugárzás válik le. Ez ugye széthalad a térbe. De ez az infravörös sugárzás, akárcsak minden fény, ennek is van nyomása. Nagyon csekély, de van. És valószínűleg ez okozza a lassulást, ugyanis a elemeknek, a teljesítménynek a változása, és ez a fékező hatásnak a görbéje gyakorlatilag egymásra simul. Nem tudunk oda menni megmérni, hogy valóban ez okozza, de ez a legjobb magyarázat, amit találtak. Mindeközben, ahogy elküldtek a szondák, rengeteg képet készítettek. Ez a Jupiterről készült kép, ez még a Pioneer 10E, ez még odafelé menet. Hát egy kicsit szemcsés meg minden, de tegyük hozzá, hogy ez az első olyan képek, amiket repülés közben készítettek. És azért akkor tehát még a földi teleszkópok sem voltak ennél jobb képességűek, ráadásul azok ugye sokkal nagyobb átmérőek voltak. Ezen kívül látható két Jupiter holdról is felvétel, ez, azt hiszem ez az Európa, ez meg talán az jó lesz, amit szintén sikerült lencse végre kapni odafelé haladva, de voltak itt szebb felvétele is, amikor már közelebb ért, akkor ez már azért egy elég szépen sikerült felvétel a Jupiterről, ez is azt hiszem az jó. Sikerült lefotóznia. És amikor egész közel jött a Jupiterhez, akkor már jöttek a részletek, és jöttek a felhők, és jöttek a szép dolgok, jöttek a nagy vörös folt, ami távcsőbe csak úgy tényleg mintha ott lenne, jöttek a felhőörvények, és láthatóvá váltak a Jupiter légkörének azon kis finomságai, ami miatt oda küldték a szondát is. Ami még fontosabb, és amit nem tudok megmutatni, mert nem fénykép készült róla, azok a mérések, amelyek alapján feltérképezték a Jupiter mágneses mezejét, a körülötte lévő anomáliákat, amelyek jelentős hatással voltak a későbbi missziókra, és mindazon mérésekre, amik alapján ma már nagyon sokat tudunk ezekre a bolygókról, annak ellenére, hogy ember még nem járt. Ugye Jupiter északi része, északi sarkvidéke látható. És utána a Pioneer 11, amikor tovább haladt, és megközelítette a Szaturnuszt, ugye így látta a Szaturnuszt, és mögötte
a legnagyobb holdját, a Titánt. Amit aztán közelképben ilyen minőségi fotón tudott megörökíteni. Természetesen itt is sok mindent mértek folyamatosan, és küldték vissza folyamatosan az adatokat. Dömping volt. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat fogadni tudják, a Deep Space Network-öt, ezt a mélyű hálózatot, amit az Egyesült Államok még az Apollo programhoz épített ki eredetileg, ezt folyamatosan fejleszteni kellett. Körülbelül a mostani szintre, mostani antennaméretet ebben a programban érték el először, utána már ugye az elektronika finomodásával már inkább az elektronikát javították fel folyamatosan, de az építkezések ekkor zajlottak. És miután ezek a szondák nagy sebességgel elrepültek céljaik mellett, tovább repültek. És továbbra is mértek. Ennek majd az előadás végén lesz jelentősége. És vittek magukkal egy kis üdvözletet. Mindenki beszokta rakni gyönyörű szép arany plakett, stb. Milyen szépen néz ki. Direkt azért választottam ezt a képet, mert hogy ez a már felszerelt állapotában, a szonda oldalán, hogy föl van csavarozva rá, plaketten egy, tulajdonképpen egy üdvözlet van, mértékként a hidrogén alap 21 centis rezgése ki van jelölve a plaketten, a naprendszer a legközelebbi pulzárokig, hogy hol található, térbegyarozás, a naprendszer felépítése megjelölve, hogy honnan jön a szonda, és a szonda méretéhez képest méretarányosan egy emberpár képe. Hogyha esetleg valaki megtalálja ezt a szondát, akkor hát ha kíváncsi arra is, hogy kiküldte. Okay. És ez később megágyazott a Voyager-en elhelyezett sokkal összetettebb csomag. És hát utána, amikor rájöttek, hogy igen, ezzel a módszerrel tényleg meg lehet közelíteni a külső bolygókat, és el lehet jutni oda, akkor már mindenki úgy gondolta, hogy akkor csináljuk meg, csináljuk olyan szondát, ami képes eljutni odáig, és képes méréseket végezni. És szépen össze is állították a Mariner sorozaton belül a Jupiter-Saturn elnevezésű tervet, ami arról szólt volna, hogy két szonda párost indítanak. Ezeket 76-ban és 77-ben a Jupiter-Saturnus-Pluto útvonalon az egyik páros, és 78-79-ben pedig a Jupiter-Uranus-Neptunus útvonalon egy másik szondapáros indult volna. Most ezt szépen megindokolva, a terveket kifejtve kiszámolták, hogy nagyjából ez mibe is kerülne, és hogyan lehetne megoldani. Mondták is, hogy igen, hát négy szondáról lenne szó, mondjuk a hat még jobb lenne, de négy szonda. Ezt átadták a felsőbb vezetésnek, és hát a kongresszus természetesen úgy állt hozzá, hogy hát ez így elképzelhetetlen, és nem is. És ennyi pénzt nem lehet erre a célra adni. Nagyjából egyharmadát biztosították a pénznek, és maximum két szonda. Ez ugye, azt mondanánk, hogy emiatt akkor át kell tervezni az egész büdzsét, meg az egész tervezetet? Lehetséges. Bár bennem azért motoszkál a kis ördög, hogy a NASA-nál okos emberek vannak, és főleg azok után, mint a közgazdászok a Apollo programban műveltek, főleg a végével, azok után én nagyon el tudom azt képzelni, hogy megnézték, hogy mit akarunk csinálni, hova akarunk szondát küldeni, és rendben, akkor lenne egy szondapáros, hogy mi kimegy, jó. De akkor mi arra kérünk pénzt, hogy két szondapáros, tehát négy szonda, de ha lehet, akkor inkább hat, induljon el erre meg erre, és akkor ezt adjuk be. És erről visszajött a kongresszustól ugye az engedély két szondára és valamennyi pénzre. Most így a mérnökök és kutatók megkapták a két szondára való támogatást, pénzt és engedélyt, amit szerettek volna, és a kongresszus is megtapsolhatta magát, hogy milyen okosan kordában tartják a NASA pénzügyeit. Én ezt a verziót csendben eléggé elképzelhetőnek tartom. Ugyanakkor, mivel csak két szondát kaptak, egy teljesen új útvonalat kellett keresni, és hatalmas szerencsével volt is egy útvonal, viszont ez a fejlesztési időbe beleszólt, mert hogy volt egy lehetőség arra, hogy egy indítással mind a négy nagy bolygót elérjék.
Ez egy körülbelül 180 évente beálló állapot a naprendszerben, amikor úgy sorakoznak föl a nagy bolygók, hogy egy megfelelő sebességgel útnak indított szonda, csak a bolygó pajtja hatását kihasználva és gyorsulva képes végigmenni a négy nagy bolygó. Ezen szerették volna eredetleg elküldeni mind a két szondát. Ugyanakkor viszont a Titán, mint Hold, rendkívül piszkálta mindenkinek a fantáziáját, és ezért úgy döntöttek, hogy az egyik szondát a Saturnusnál más pályára küldik, annak érdekében, hogy közelről meg tudja vizsgálni a Titánt. Nagyon reménykedtek ugyanis ennek a hatalmas Holdnak, hogy esetleg találnak valamit a Saturnus mágus és mezeiben, Titán körül, ami magyarázatokat is adhat, és esetleg újabb kutatásokra adhat okot. Maga a szonda szerkezete, hát látszólag nem sokat változott a Pioneerhoz képest, valójában rengeteget. Középen szinte csak a meghajtórendszer és a számítástechnikai rendszer kaptak helyet. Egy kinyúló árbócon a radioaktív termoelektromos generátorok, egy másik árbócon a magnetométer, és egy nagy műszerárbócon szinte minden más mérőműszer. Fotóeszközök, sugárzásmérők, plazmamérők, mikrorészecske detektorok, és minden, amit az akkori tudomány elő tudott állítani, és amit bele tudtak préselni abba a szűkös energiakeretbe, amit biztosítani tudtak neki. Hát egy szerelés közben látható a szonda mérete. Úgyhogy nem egy aprócska szonda. 780 kg száraz tömeggel és 820 kg starttömeggel rendelkezett. Tehát láthatóan a korábbi Pioneerhoz képest kb. Háromszoros tömeggel indult. És sokkal jobban felszerelték mindenféle eszközzel. Ugyanakkor voltak nagyon komoly problémák. Például a Pioneeroktól már tudták, hogy mennyi ideig fog tartani az út, és hogy hogyan viselik az akkori elektronikák ezt a utat. Tehát az akkori legjobb fényképezőgépeket és elektronikai eszközöket kellett fölkészíteni olyan közegre, amire nem tervezték őket eredetileg. Úgyhogy a fejlesztésük ebben a szempontból elhúzódott. Viszont az indítási ablak amiatt, hogy a gyorsabb pályát akarták választani nekik, amin mind a négy nagy bolygó elérhető, az viszont nagyon hajtotta őket, nagyon szűkítette a lehetőségeket. A Voyager 1 indult először, 1977 szeptember 5-én indult el, és majdnem két éve volt szüksége ahhoz, hogy elérjen a Jupiterig. A két év végén 280 ezer kilométerrel közelítette meg a Jupitert, lendületet vett rajta, és 1980 november közepére ért a Szaturnuszhoz. Magát a Szaturnuszt 124 ezer kilométeres távolságon kerülte meg, viszont a pályáját sikerült úgy alakítani, hogy a végcélját, tehát az utolsó objektumot, amit megközelített, a Titánholdat mindössze 4000 kilométerre közelítette meg. Egészen hihetetlen pontosságot sikerült elérni, úgyhogy csak néhány kormány fúvókája van a szondának. Töménytelen mennyiségű képet készített, szó szerint ezrével készített a képeket és küldte haza, és folyamatosan mérte a világből minden lehetséges adatát, de előtte természetesen be kellett kalibrálni ezeket a műszereket, még földközelben is bekapcsoltak minden műszert, letesztelték őket, ekkor készült az a hat hívessé vált fotó, ahol a Föld a Hold hátterében látható. Azóta se csináltak ilyen fotót. És utána természetesen majdnem két évre el kellett altatni a szondát, pihenőre kellett küldeni a műszereket,
és utána pedig a Jupiter közelében fölé ezt a nyelvet. És a pálya, amit sikerült elérni, itt a nap, föld, szonda elindul, elérje a Jupiter pályát, azon irányt vált, eléri a Szaturnuszt, és utána láthatóan egy sokkal meredekebb pályára vált. Jupiter. Ennek köszönhetően a Voyager 1 kilépett az ekliptika síkjából fölfelé, és ezen az irányon halad most is. Még érdekesebb volt a Jupiter közeli pályája, látható az érkező Voyager, középen Jupiter, és a négy nagy hold, a négy galilei hold közül gyakorlatilag hármat is rendkívül közel tudott elrepülni mellettük, úgyhogy ezt a szondát olyan pontosan sikerült indítani, hogy négy nagy holdat hozott közelségbe. Az indításuk a Titan 3E rakétával történt. Hát, hogyha valaki emlékszik még a Higgy előadásaimra, a Titan név, mint hadozó rakéta már előre. A Titan 2-es, ami eredetileg egy tüzérségi rakéta volt, egy ICBM, az átalakítások után az szállította a Gemini űrkabinokat a világűrbe, tehát a Gemini program alatt az volt a fő hadozó rakéta, ami kb. 4 tonnás volt az a kabin. És akkor a rakétának a startja meg az kb. 200 tonna környékén volt. Itt a 820 kg-os szondát a gyorsító rakétákkal és utófokozatokkal felszerelt és fölhízlalt, nagyjából 630 tonnás hordozó rakéta indított el. Tehát látható, hogy mekkora teljesítményt kellett előállítani ahhoz, hogy elérjék a föld közelből azt a 15 km per szekundumos sebességet, ami nem csak hogy elegendő ahhoz, hogy elhagyja a földvonzás terét, hanem ahhoz is, hogy utána a pajtyákban szerzett sebességekkel szépen elérhesse a célját. És közben ilyen képeket készíthessen a Jupiterről. Ez itt a megközelítés során készített állóképekből összevágott videó. Ennél lehet találni sokkal jobbat is, csak ez volt az, ami szerintem jelzi azt, hogy ilyen volt, amiket küldött vissza, és amikor utólag a visszaküldött képeket feldolgozták, akkor viszont már ezt láttuk. A Jupiter viharai, a nagy vörös volt a fodozódó felhőzettel, és ezekkel a képekkel mai napig tele van a járháló. És utána készített még egy képet, még amikor utána tovább haladt Jóskán, elérte a Szaturnuszt is, és ha már úgyis kanyarodnia kellett, akkor az egyik fényképezőgéppel hátra néztek. És visszafotóztak. És találtak a Szaturnusz gyűhűi között, mert itt a gyűhűk között nézünk hátra, elveszve egy apró, pici kék pöttyöt. Egy apró, pici kék pöttyöt, ami nem más, mint a földbolygó, ahonnan elindult a szonda. Ez az apró, pici kék pötty, amit annak idején Carl Sagan csillagász úgy jellemzett, hogy magányos kék, kis oázis a végtelen világűrbe, főleg ha az ember belegondol, hogy mindenki, akiről tanult, mindenki, akit ismert, az ott élt azon a kis pöttyön. És a végtelenből visszanézve, hát ez a fotó is legalább annyira halálos és hatásos, mint azok a bolygó fotók, amiket a Voyager-ek készítettek közelképekként. És utána ment a Voyager 2, aminek ugye mind a négy óriás bolygót meg kellett látogatnia. Ugye, elindult a Földről, a zöld a Jupiter, a világos kék a Szaturnusz, utána az Uranus és a Neptunus, még egyszer, elérje Jupitert,
eléri a Szaturnuszt, eléri az Uránuszt és a Neptunuszt. Tehát persze pörögnek az évek, meg a távolságok és a sebességek is. Lehet látni, hogy ahogy távolodik kifele, szépen folyamatosan csökken a sebesség. De még mindig elég sebessége van ahhoz, hogy kifelé tartson, és már ne is forduljon vissza. És látható az is, hogy, hogy a Neptunusz után a pályája az a ekliptikus síkjától lefelé tér el. Tehát őt úgy térhítették el, itt látható, hogy a síkból lefelé lépjen ki. Most amikor még szerelték össze, nem tévedések elkerülési véget nincsenek kerekei a szondának, tehát csak a szereléshez kellettek, tehát hogy szerelik össze a szondát, még nem sejtették, hogy ilyen sokáig fog működni, hiszen 1977. augusztus 20-án indult a szonda, ünnepnap, nem csak nekünk, a tudománynak is, és két évvel később a Jupitert, hát elég messzire, kb. 570 ezer kilométerről került meg. De utána aztán belehúzott, mert a további két év múlva a Szaturnusznál már csak 101 ezer kilométer volt a közelsége, tehát nagyon közel ment, és további 5 év múlva az Uránusz 107 ezer kilométerről került. És további 3 év kellett, hogy elérje a Neptunuszig, amit hát számomra egy hihetetlen értéket találtam a nemzetközi adatbázisban, hogy állítólag csak 5000 kilométeres távolságból került meg. Ez idő alatt a kerülések közben rengeteg fotót készítettek, most itt néhány darab csak belőle. A Szaturnusz gyűrűi, amelyek felfedték a gyűrűk szerkezetét, itt még a küllőzöttség is látható néhol, a Jupiter két holdja is látható a képen, és hát a Neptunusz hatalmas tömege, rajta a nagy kék folttal, ami talán a Jupiter nagyvörös foltjának pálya lehet, egy más típusú légkörben lévő, szintén óriási vihar, ami hát rengeteg kérdést vetett föl és kutatási célt jelölt ki. Sok ezer fotó, hát a legkevesebb fotót azt hiszem az Uránuszról készítettem, ahol csak 8000 fotót csinált. A többiről 10-20 ezer fotó készült a többi célbolygóról. Hát ebben persze benne vannak a holdakról külön készült fotói is. Majd pedig tovább haladva, amikor elhaladt egy bolygó mellett, szépen küldöztegette vissza a fotót, hogy kiújtsa a saját memóriáját, hogy a következő bolygóhoz érve, hát legyen hova tenni a fotót, amíg vissza tudja küldeni. Hiszen hatalmas sebesség és nagyon rövid idő alatt szállt el egy-egy céltárgy mellett. És akkor születtek például ilyen képek, például a Mimasról, ez az egészen rendkívüli közelkép, ahol a felszín felfedezettsége rendkívül jól látható. Vitt magával, ez is egy üzenetet, hogyha esetleg valaki megtalálja valamikor ezt a szondát, ami hát tulajdonképpen 43 ezer év múlva van is egy lehetőség. Egy hanglemezt, egy alumíniumból készült, aranyozott hanglemezt, amelyen a Föld 55 nyelvén található üdvözlések, 27 zenemű, 100-nál több analóg módon fölvitt fotó, és egyéb jelek és zajok a Föld nevű bolygóról. A másik oldalán pedig egy segédlet a lejátszásához, egy mechanikai és egy elektronikai segédlet, és ugyanúgy a Föld helyzete a közeli pulzárokhoz képest, és egy alapegységként a hidrogén 21 centis vezéstávja fel volt írva. Ezt a lemezt nagyon nagy gondossággal állították össze. Carl Sagannek volt az alapötlete, és ő is részt vett a készítésében. Hát, üzenet a világűrnek. Régen a tengerészek palackpostát használtak. Csak úgy üzenni akartak valakinek, ugye? Hát ez a mi palackpostánk a világűrben. Nagyon messzi. Látható, ugye a 77-ben indult szondáknak a pályái, ugye a Voyager 1-es a Szaturnusztól felfelé lépett ki,
a naprendszer síkjából, míg a Voyager 2-es, de Neptunusnál lefelé lépett ki a naprendszer síkjából. Ez nem egy véletlen dolog volt, hogy őt is eltérítették valamelyre, és nem teljesen vízszintesen. Ez a későbbi mérések érdekében. Hiszen ott már fotót kevesebbet kell, lehet készíteni, és kevesebbet is kell. Viszont a különféle mérőműszerek, magnetométerek, plazma detektorok, mikrorészecske detektorok, azok folyamatosan üzemelnek, ameddig bírja az áramforrás, és küldik vissza a jeleiket. Ebből pedig naprendszer nagyméretű szerkezetére lehet következtetéseket levonni. Hát manapság már az áramforrások kimerülése miatt a Voyager 1 és a Voyager 2 is már ott tart, hogy néha még fogunk róluk eleket. Voyager 2, ha még a közelmúltban, hogy emlékszem, még valamiféle miért érték valami jött az egyik magnetométerről. Hiszen az az utolsó műszere, ami még üzemel, hiszen a termelt árammennyiség már arra se elegendő, hogy elég melegen tartsa a rádió, tehát a rádió elektronikát ahhoz, hogy működni tudjanak egyszerűen a rendszerek. Hamarosan teljesen le fog fagyni a szonda. És onnantól kezdve némán és csöndben folytatja útját. Hol járnak most ezek? Ez egy logaritmikus skála, amit valakit félrevezetne. Tehát ugye a naprendszer vonalán kívül, a termális sok vonalán, ez az, ahol még a napnak a hője érzékelhető. És itt a heliopauza és az áramlási határ között járnak valahol jelenleg a vajcsarek. Itt a Kuiper környékén az ort felhő még belül, de már eléggé a naprendszer határvidékén. És még nagyon sok idő, amíg teljesen kilépnek a naprendszerből, bár mindenféle sajtóorgánokból, sőt szaklapokból már elmondták, hogy hát már elhagyták a naprendszer, még azért van rá idejük, de ki fognak lépni. És ezzel, hogy ki fognak lépni, ameddig még szállították a mérési adatokat, a naprendszer nagyban jellegzetességeiről rengeteg dolgot megtudtunk. Miért is? Azért, mert ahogy ugye 5 olyan szonda van, amely képes elhagyni a naprendszert, és már úton van. Ugye a Pioneer 10 az ebbe az irányba hagyta el, vagy hagyja el a naprendszert, a Pioneer 11 arra, a Voyager 1 arra, Voyager 2 erre, és ugye a New Horizons, amely az 5. olyan nagy szonda, amelyet ilyen elrepülési manőverekre terveztek, és amelynek a mérési rendszerét az alapján tervezték meg, amit a Voyager-eknél tapasztaltak. Szóval a New Horizons ugye egyetlen elrepüléssel a Plutót vette célba, és az, hogy ott hogyan hajtsa végre a méréseket, és azok során az összegyűjtött információkat hogyan, milyen módon továbbítsa, na ezt a technológiát, ezt a Voyager-eken dolgozták ki, a Voyager mérési adatai alapján. És azok a hatások, amik a Voyager-től továbbra is még megvannak a űrkutatásban, annyi tapasztalatot sikerült szerezni az ő pályájukból, hogy egyértelműen el lehet dönteni most már, hogy egy pályánál mi a kedvező, hogy hintamanővert hajtunk végre, vagy sem. Hogy inkább hajtóművel gyorsítsuk meg a szondát, vagy hagyatkozzunk egy ilyen hintamanőverre. Például Kokáját a közelmúltban Merkurhoz úton elindított szonda, ha jól emlékszem, összesen 7 hintamanővert fog végrehajtani, amíg eléggé lelassul ahhoz, hogy a legbelső bolygóhoz, a Merkurhoz oda gyorsuljon. Így jól hangzik, hogy lassul ahhoz, hogy oda gyorsuljon, hát az égi mechanika az ilyen vicces dolog. Ugyanakkor viszont más esetben inkább eltekintenek ettől, hiszen a Voyager pályájából tudják nagyon jól, hogy hiába tudunk eljutni a Jupiterig, ha nem tudunk pályára állni körülötte. Tehát a Voyager-eknek nagyjából 2 év kellett, amíg eljutottak a Jupiterig, de tovább repültek. Utána például a Juno szonda, ami a Jupiterhez ment, annak több mint 8 éve volt szüksége, hiszen nem lehetett akkor sebességgel indítani,
mert annyi üzemanyagot nem lehet rátenni, hogy fékezni tudjon, hogy pályára tudjon állni. Tehát egy sokkal kisebb sebességű, sokkal elnyújtottabb pályán kellett indítani, hogy be tudja fogadni már a Jupiterrel. És ez azóta minden nagybolygóhoz induló szondánál megvan. Ez a kérdés. Az energiagazdálkodás. Hát ugye őket még atomelem hajtotta, bocsánat, nem hajtott, nem biztosított az energiaellátásukat, mert a meghajtásban nem vett részt. De már odáig jutottak a napelemek, hogy a Juno szonda már vitt magával napelemet, és elégséges ahhoz, ami ennek a Jupiternél szüksége van. Ugyanakkor ugye kiprovokálták a mélyhálózat fejlesztését, ezért aztán a szondákkal még mai napig is lehet kapcsolatot tartani, illetve a New Horizon még mindig gondolkodnak, hogy esetleg valami célpontra rá lehetne küldeni, miközben hatalmas sebességgel tart ki a naprendszerből. És bár a naprendszerünk nem nőtt meg, mert fizikailag ugyanakkor maradt, de az általuk közvetített rengeteg kép, rengeteg mérés, ami mindenféle médiumokban megjelent, tévében, újságokban, az ember fejében ugye kicsit kibővítette, hogy naprendszerünk az nem csak egy ilyen pici valami, hatalmas és érdemes kitekinteni és látni. És ez a Pioneer és Voyager szondák nélkül hát nem következett volna be, úgyhogy én egy elképzelt képükkel búcsúznék a szondáktól, és ezennek köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.